Az 1848-as Gál Sándor ezredesen kívül létezik egy másik, kevésbé ismert Gál Sándor is. Miközben az elsőnek dicsőséget hoztak az 1848-as események, a második életének derekát ketté törte az 1948-as államosítás. Magamról mit írjak? 250 lej nyugdíjam van. Efelől éhen dögölhetek. Dolgoznom kell, közben 77-et töltöttem október 4-én. És a baj nem az, hogy nem tudok dolgozni, mert a fejem még abszolút használható. A baj azonban ott van, hogy a szellemi munkának nincs nagy kelete. Gogán váralja, dél-erdélyinek számító kis település Bonyha mellett, a mai Maros megyében. Itt örökölt Gál József 13 hektár földet és egy házat, és ide költözött feleségével, Erzsébettel. Három gyermekük született, Sándor, József és László. Sándor a legelső gyermek, 1885. október 4-én született. Én Gál Sándor ezredesnek az oldalági leszármazottja vagyok. Nagyapám, Gál József testvéröccse volt az ezredesnek. Bentábornok galopinjaként szolgált az erdélyi hadjáratban. Gál Sándor az elemi iskolát Gogánváralján végzi. Majd a Gogánváralja közeli Erzsébetvárosban tanul tovább, és ott is érettségizik le. Itt engem igen kedvelnek. Az asszonyok elhozzák a napi tejadagomat. Az igazgató elrendelte, hogy az iskola konyhája nekem minden nap ebédet küldjön. Lakbért nem fizetek. Az iskola autója felvesz alkalmi autóstopra. ...1902-ben a Budapesti Műegyetem gépészmérnöki szakára iratkozik be. Az egyetem fénykorát élte azokban az években. Alig néhány évvel azelőtt, 1895-ben hívták meg Zipernovszky Károlyt az elektrotechnikai tanszék élére. Zipernovszky Károly találmánya, a transzformátor tette lehetővé a villamosenergia nagy távolságokra való szállítását, így 1882 után a városok kezdtek áttérni a gázlámpák helyett a villanykörtékkel való világításra. De a transzformátor csak váltóárammal működik. Zipernovszky fiatal tanítványa Gál Sándor kidolgoz egy olyan transzformátort, amely egyenárammal is működik, ugyanis nagyon sok áramforrás csak egyenáramot szolgáltatott. 1906-ban egy budapesti ügyvédi iroda segítségével beadja a találmányát több ország szabadalmi hivatalába, még Amerikába is. Hogy mi lett a találmány további sorsa, nem tudjuk. Van a helyi ipari vállalatnál egy Váncsa nevű igazgató. Az mindig jó indulattal viseltetett irányomban. Időnként munkát hoz, külföldi gépekhez mellékelt angol, francia, német nyelvű prospektusokat, kísérőkönyveket, használati utasításokat fordítok le nekik. A vállalatnál meg is fizeti munkámat. Gál Sándor 1908-ban befejezi egyetemi tanulmányait,
és a Magyar-Osztrák Monarchia egyik iskolahajóján, a Frunzbergen gyakornokoskodik, mint elektrikus. A hajó Polában állomásozott. Ott kaptuk Funken telegráfon a parancsot, siessünk Szicíliába a messinai földrengés áldozatainak mentésére. Füst, por, édeskés szag terjedt Messina felett, amit 80 ezer hulla okozott. Ecetes rongyot kötöttünk az orrunk elé, tántorogva tértünk vissza a partra, nem tudtunk dolgozni a rettenetes szagtól. Megérkeztek a maffia bandái, a bankok romjait kutatták, robbantották a páncélszekrényeket, az üzletek pénztárait, rabolták a pénzt. Funken telegráfon kérdeztük, mi a teendő? Harcba bocsátkozunk-e a maffiával? A parancs az volt, hagyjuk el Messinát, térjünk vissza Polába. Egy év után, 1909-ben Berlinbe, majd Erfurtba utazik, hogy elvégezze a diploma megszerzése előtti kötelező gyakorlatot. Ott az foglalkoztatja, hogy hogyan lehetne kemény, tartós légcsavarokat gyártani az éppen azokban az években kibontakozó repülőtechnika számára. Akkoriban fából faragták a légcsavarokat, majd vékony rézlemezzel borították be. Ehelyett Gál Sándor azt javasolja, hogy készítsék a légcsavart bármilyen, könnyen megmunkálható anyagból, majd galvanizálás segítségével vonják be fémmel. Egy másik találmányában ugyancsak a galvanizálást javasolja egymáson csúszó fémfelületek sulódásának a csökkentésére. A 404 lej nyugdíjból nem tudok megélni. Szerencsére, hogy a fejem még mindig csak 30 esztendős és abszolút használható. Úgyhogy ha a városi sokféle vállalatoknál valami megoldhatatlannak bizonyuló mérnöki probléma fordul elő, egy ideig kapkodnak egymás között, végül is rászorulnak, hogy megoldja majd Sándor bácsi. Persze nem ingyen. ...1911-ben visszatért Budapestre, a diploma megszerzése véget. De a balkáni háború kitörése ezt megakadályozza, ugyanis mozgósítják, a pólai haditengerészethez kerül. Itt a háború lejárta után, mint nélkülözhetetlen szakember, katonai behívó erejével visszatartottak a világháború kitöréséig, mikor is igen kedvező állásba rögtön előléptették. Gál Sándor tudásának köszönhetően csak az újságokból követi végig az első világháború eseményeit. Munkahelyén 1915-ben egy tudományos dolgozatot ír, a láthatatlan ütegek felderítését szolgáló készülék címmel. A csaknem 100 oldalas munkát elküldi a berlini Siemens und Halske cégnek, ahol azt elutasítják. Az első világháború után az osztrák birodalom összeomlásával megszűnik munkahelye, Gál Sándor visszatér Dél-Erdélybe. Mindenféle alkalmi mérnöki munkát és tanácsadást végeztem, hol önállóan, hol mint alkalmazott. Gogánban laktam édesanyámnál, kinek akkor még 6,5 hektár földje volt. Az időtájt a nacionalizmusnak dühöngése idején élhetős állást magyar ott nem kaphatott. ...1921-ben Déván próbálkozik. A Breckner gyárba kerül, ahol vezető főmérnök lesz. Habár semmilyen tőkéje nem volt, tudásának köszönhetően mégis egyenlő rangú partnerként vesz részt a vállalkozásban. 3 év múlva, 1924-ben átmegy Erzsébetvárosba.
Itt Alfred Tiszkesszel együtt fagázgenerátorokkal és kisebb motorokkal foglalkoznak a Tiszkessz műhelyben. Anyagi helyzete javulásával külföldre indul, ahol alkalma nyílik megismerkedni korának modern fizikai kérdéseivel. Tanulmányúton voltam Angliában, Franciaországban. Számos dolgozatot publikáltam szaklapokban, különféle nyelveken. Németül jól beszélek, írok, olvasok angolul, franciául. És ezzel megkezdődik Gál Sándor legtermékenyebb korszaka. 1916-ban Albert Einstein kiterjeszti relativitás elméletét az egész világegyetemre. Így megszületik az általános relativitás elmélet. Gál Sándort nagyon foglalkoztatja ez a kérdés, hiszen még a fizikusok körében is sok a szkeptikus, aki nem fogadja azt el. 1927-ben elküld egy rövid közleményt a Die Naturwissenschaften című folyóiratnak, amelyben az meg is jelenik, egy új igazolási lehetősége a relativitás elméletnek címmel. Ebben egy döntő kísérletről számol be a relativitás elmélettel kapcsolatban. E közleménynek a témája élete végéig foglalkoztatja. A lineáris áthelyeződés fizika jellemzői című dolgozatában annak a kimutatására vállalkozik, hogy a relativitás elméletben használt Lorentz transformáció mégis független a relativitás elvtől, és hogy három axiomából tisztán és egyszerűen levezethető. Ezt továbbfejlesztve írja meg a Lorentz csoport alaprendszerei című fő munkáját. Mindkét munkája kéziratban maradt. 10 évi munka eredménye, mely összefüggésben van Einstein relativitás elméletével. Einstein megadta a megoldást, de meghalt, mielőtt kidolgozhatta volna a bizonyítást. Én 10 év munkájával elvégeztem, igazolom Einstein megoldásának helyességét. Készítek belőle egy rövid kivonatot, azt elküldöm Tóth Imrének, Fényes Imrének, Torró Tibornak. Mindezen eredményeimet 1968 végén egy 128 oldalas kivonatban foglaltam össze. Van itt a szomszédban egy ócska írógép. Ha kapnék valakitől egy villamos forrasztó pákát, felragasztanám a lehullott betűket, s legépelném a dolgozatot. Gál Sándor leghíresebb munkája viszont az atomfizikával kapcsolatos. 1803-ban Dalton felfedezi az atomot, 100 év múlva pedig 1909-ben Ernst Rutherford felfedezi az atommagot. Amikor a fizikusok rájönnek, hogy egy vegyi elem mienségét az atommag határozza meg, megkísérlik valóra váltani az alkimisták álmát, egyik fajta atomból másikat csinálni. Az úttörő Ernst Rutherford, aki atommagokat bombáz parányi lövedékekkel, az atommagnál még kisebb részecskékkel, így sikerül neki átalakítania a nitrogénatomot oxigénatommá. 1909-ben kémiai Nobel-díjat kap ezért. A felhasznált parányi lövedékeket, az alfa részecskéket csak természetes forrásokból nyerik, és pedig az 1896 óta ismert radioaktív anyagok bocsátanak ki ilyeneket. Az így nyert részecskék energiája nem volt elég ahhoz, hogy más magreakciókat is előidézzenek. A kutatók rájönnek, hogy más lövedék részecskéket is lehet alkalmazni, amit mesterséges úton kellene felgyorsítani. Semleges atomokat nem tudunk gyorsítani, ezért őket először ionizálás segítségével pozitív vagy negatív töltésű ionokká kell alakítani. Elektromosan töltött részecskéket elektromos tér segítségével gyorsítanak. Az atomfizikusok nekiállnak részecske gyorsítókat szerkeszteni.
A legegyszerűbb gyorsító berendezésben a gyorsító elektromos teret két elektróda közötti nagy potenciál különbséggel alakítják ki, és az ionok az egyik elektródától indulva haladnak a másik irányába. A két elektróda közötti térben folyamatosan gyorsulnak, míg nem elérik a másik elektródát. Az ilyen gyorsítóban a töltött részecskék a gyorsító téren mindössze egyszer haladnak át, ezért végenergiájuk a gyorsító feszültség nagyságától függ. 1929-ben az angol John Cockcroft és Ernst Walton megépíti az első ilyen részecske gyorsítót. Nagy végenergiához nagy gyorsító feszültség szükséges. A feszültség növelésének viszont technikai korlátai vannak, ezért igazán nagy energiájú gyorsító ilyen módon nem építhető. 1928-ban a norvég Rolf Widerøe javasol egy újítást. Ne egy szakaszon gyorsítsanak, már veszélyesen nagy feszültség felhasználásával, hanem tegyenek egymás után több elektródát, így több lépésben gyorsíthatnak kisebb feszültségek alkalmazásával. Ez a lineáris gyorsító, amit 1928-ban Widerøe leközöl egy német szaklapban. De létezik egy egyszerűbb eljárás is. A megoldás az, hogyha a gyorsítani kívánt részecskéket a gyorsító téren nem csak egyszer, hanem számos alkalommal visszük át, minden egyes alkalommal növelve egy kicsit az energiájukat. Minden nagy energiás gyorsító így működik, és ilyen gyorsító a ciklotron is. De hogyan lehet elérni, hogy a felgyorsított részecske visszatérjen a gyorsító elektródák közé? A ciklotron mágneses tér segítségével éri el, hogy a részecskék ugyanazon a gyorsító résen többször is áthaladjanak. Képzeljünk el két egymáshoz közel elhelyezett üreges elektródát, amelyekbe a részecskék be tudnak lépni. Az elektródák között gyorsító elektromos teret hozunk létre. Ha most ezt az egész konstrukciót mágneses térbe helyezzük, praktikusan úgy, hogy az elektródákat betesszük egy elektromágnes pólusai közé, akkor a elektródák belsejében mozgó részecskékre mágneses erő fog hatni. Mozgó töltött részecske mágneses térben körpályán mozog, ezért az elektróda belsejében egy félfordulat megtétele után visszaér ugyanabba a gyorsító térrészbe. Ha most a két elektróda közötti gyorsító feszültség változatlan maradna, akkor természetesen a részecskék lassító elektromos teret tapasztalnának, mert most ellenkező irányból érkeznek. De ha időközben a gyorsító feszültség polaritása megváltozott, akkor ismét gyorsító elektromos téren haladnak át, és energiájuk tovább növekszik. Tulajdonképpen ez a folyamat ismétlődik ciklikusan a ciklotronban, innen is a gyorsító elnevezése. A részecskék a geometria középéről indulva egyre nagyobb sugarú pályákon, ilyen spirál alakú pályán haladva egyre növekvő energiákra tesznek szert, míg el nem érik a végső pályasugárt, ahol maximális energiájukat elérve elhagyják a gyorsító berendezést. Ez a fajta gyorsító Amerikában született meg legelőször a kaliforniai Berkeley Egyetemen. Egy fiatal fizikatanár, Ernst Lawrence áttanulmányozta Widerøe cikkét, és az az ötlete támadt, hogy ne egy egyenes, túl hosszú szakaszon gyorsítson több lépésben, hanem ugyanazt a kis gyorsító szakaszt használja fel többször. Lawrence meg is építi az első ciklotront 1931-ben, és ennek alapján megírja erről első cikkét. Mint utólag kiderült, a ciklotron elve már két évvel korábban megszületett Európában. Gál Sándor magyar fizikus találta ki. Biztos, hogy az elsőbség az övé, annak ellenére, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a Gál Sándor által elképzelt ciklotron az működhetett volna abban a formában, ahogy ő azt kitalálta. Érdekes, hogy
ő ezt a dolgozatát, amit ugye annak idején elküldött 29-ben a Zeitschrift Physiknek, és ahonnan visszakapta a választ, hogy ezt a kérdést Widerøe már megoldotta, tehát megépítette már a ciklotront ezen az elven. Maga a Zeitschrift Physik is rosszul értelmezte, mert azt a ciklotront, amit Widerøe épített, azt lineáris gyorsítónak nevezzük, és nem ciklotronnak. Tehát Widerøe nem azt találta ki, nem azt gondolta végig, amit Gál Sándor elképzelt. Nagyon fontos, hogy az az ábra, amit ő az eredeti dolgozatában közölt, a 929-es dolgozatában, teljesen megfelel annak a sémának, ahogyan ma a ciklotronokat Lorentz alapján leírják, de az biztos, hogy nem teljességgel írta le, és arról személyesen meg vagyok győződve, ha lehetősége lett volna egy laboratóriumban dolgozni, az első kísérletek után azt a kérdést, amit ő a tömegnövekedés jelenségével kapcsolatosan negatívan értelmezett, arra biztos, hogy rájött volna, hogy ez nem úgy van. Egy-egy kísérleti, rövid kísérleti munka teljesen elegendő lett volna, szerintem. Ha közölték volna Gál Sándor munkáját, ez bizonyította volna az elsőségét. A részeske gyorsítók valóra váltották az alkimisták álmát. Igen, az ólomból lehet aranyat csinálni. A gond csak az, hogy egyelőre az így előállított arany jóval drágább, mint a természetes arany. A fejem abszolút használható. Munkám mindig van. Most is dolgozom egy oxigén elektrolizáló berendezés tervén, mit senki más nem vállalt. Különben a 400 lej nyugdíjam mellett étlen dögölhetnék. Gál Sándor tovább kutat. 1928-ban a Kodak cég elkészíti első 16 mm-es színes filmjét. Két évre rá, 1930-ban Gál Sándor egy optikai eljárás dolgoz ki a színes film másolására, sokszorosítására. Találmányát elküldi a világ vezető cégének, a Kodaknak. A cég nem fogadja el a találmányát, mert ugyanazt a problémát ugyanolyan minőségben megoldották már, de egyszerűbben. A második világháborút otthon vészeli át nyugdíjasként. Ez egy vidék, amit a front nagyjából megkímélt, és ahol az élet annyira, amennyire normális. Hiszen a falusi földműves itt úgy él, mint 39 előtt, a legnagyobb békében. A háború után Gál Sándort a kommunista felszabadulás nyugdíjas mérnökként, gazdálkodóként éri. A faluban a Bornemissza család mellett a Gál családnak a legnagyobb a birtoka, többen is ott dolgoznak a faluból. Az én apám a mérnök úrnak alantassa volt. Ő volt a sofőrük, meg géplakatos, csépelt, akkor ott volt a malom. Az én apám a malmot tőle vette meg a mérnök úrtól. A házhelyet is, ahol laktunk, az is a mérnök úrtól volt véve. Ott, ahol az udvar volt, most körülbelül vagy 7-8 család lakik. Nagy, hatalmas gyümölcsös kert. Sokáig szedték az almát, diót. Édesapám mind mesterséget is ott tanulta, a mérnök úrtól. Még emlékszem gyermekkoromban, hogy a mérnök úrral ilyen technikai dolgokról beszéltek, mindig csak azokból a könyvekből és mindenből onnan lopta. Honnan lopta a mesterséget? Közben aktívan bekapcsolódik az új demokrácia építésébe. 1945. januárjában megalakítottam a Gogáni és Gogánvárajai Magyar Népi Szövetséget, elsőül a megyében.
Ezeket a központ két hónap múlva egyesítette, hogy mindkettőnek elnöke lehessek. De a mérnök úr olyan mugorva típusú, nem volt olyan közvetlen. Állandóan a könyveket bújta. Hát mondom, mikor bementünk, hogy na, kérjünk valamit, hát alig kaptuk meg a könyvek között. Tele volt könyvekkel minden. Egyszer csak egy fej jelent meg, hát a mérnök úr volt. Állandóan bújta a könyveket. 1948-ra a család örökölt birtoka 6,5 hektárra csökken. Ez is elég ahhoz, hogy a Gál családot kuláknak tekintsék. 49-ben a leltározó bizottság mindenemet lefoglalta. Én semmit sem sajnálok, csak az írógépemet, amely matematikai jelekkel volt felszerelve, no meg a szakkönyveimet. Én emlékszem annak idején, hát rengeteg könyvet hozott az én apám, hát akkor olyan nagy szó volt. Én azokat mind végignéztem, nálunk a padlás tele volt könyvvel. Az mind onnan volt, aztán utoljára nem viselték gondjukat a könyvek, nem adtak nagy jelentőséget, és eltűzelték a könyveket. Gál Sándor az utcára kerül. 1951-ben Alsó-Csernáton helyiségbe költözik a testvéréhez, Józsefhez, akinek felesége révén háza volt ott. A helyzete kritikus. Itt a dolgok nagyon kedvezőtlenül alakulnak. Az esetben, ha engem elítélnek, a teljes vagyont elkonfiskálják, elveszik, tehát a belsőket is. Ti, mint pártagok, esetleg közben tudtok járni, különben engem újból letartóztatnak, és mint az ügyvéd mondja, biztosan elítélnek. Sokat nem maradhat testvérénél. 1951 őszén a sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági szakközépiskolában kap állást, mint óraadó tanár. Hát itt kérem szépen ez az a rész, ahol annak idején Gál Sándor idős mérnök úr lakott. Ez volt az ő szobája, itt pedig lenn ezek a más szobák, a bentlakó tanárok, az itt tanító tanárok, akik vidékiek voltak és itt laktak. Három lakásrész volt, családilag laktak itt ezek a tanárok, és itt lakott az idős Gál Sándor úr. Tanári tevékenysége csak egy évet tartott. 1952. szeptemberében a román szekció felállítása és az udvarhelyi fémipari szakiskola feloszlatása és tanszemélyzetének áthelyezése miatt állásom megszűnt. Nyomorát csak részben enyhítette az iskola igazgatóságának jó indulata és a személyzet könyörületessége. A megye és a város állampárti vezetői a volt kulákot osztályellenségként kezelik. Na hát ez volna az a szoba, ahol Gál Sándor mérnök úr lakott. Nagyon sok minden nem volt. Én 1971-ben jöttem ide az iskolába, és akkor itt találtam már az öreg urat. Hát volt neki egy fekvőhelye, egy asztal, egy székje, és rengeteg könyve. Ezen az oldalon volt a könyvespolc elhelyezve, plafontól az egész az alsó részig, körbe, asztalon, asztal mellett mindig olvasott, mindig tovább képezte magát, ha bár már jó előre haladott koros ember volt, és nagyon szívesen szóba állt velünk fiatalokkal, diákokkal, itt dolgozókkal is, és tanácsot adott, próbált magyarázni a technikai dolgokról, a problémákról, amin ő átment, amivel foglalkozott. Egy nagyon szerény, nagy tudású idős ember volt. Egyes egyedül vagyok egy 2x3 méteres, olyan kicsi szobában, hogy az 500 wattos villanymelegítővel
a legnagyobb télen is kifűthetem. Nagy szerencse. Itt dolgozik tovább elméletein. A részecske gyorsítóról szóló dolgozatát 1951-ben átadja a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem tanárának, Teofil Tévész-Kán professzornak. A ciklotronnal kapcsolatos prioritásról meg vagyok győződve. Remélem igazolni lehet majd, hogy munkáját érdemtelenül küldték vissza Németországból. Őszintén örvendek annak, hogy egy erdélyi emberé volt először a gondolat. Veszkán professzor ezt nem csak magánvéleményként hangoztatta, hanem publikálja is a híres elméleti fizika könyvében, mint írja, a Lorentz-féle ciklotront az erdélyi Gál Sándor mérnök jóval hamarabb elképzelte. Újításai voltak a technika területén, mindig azokkal a dolgokkal, technikai dolgokkal, gépészeti dolgokkal, a világegyetemről próbált magyarázkodni, és főleg, ha volt érdeklődő, akkor nagyon szívesen bármi témáról elbeszélgetett. A házban igen megbecsülnek, különösen a gyerekek. Sándor bácsi, mondjon mesét! Az 50-es évek elején a sepsiszentgyörgyi Bauer Gusztával együtt egy másik találmányon dolgozik. Gál Sándorról, azaz Gál Sándor bácsinak neveztem mindig, ugye sepsiszentgyörgyön kerültem kapcsolatba egy találmányommal kapcsolatosan egy motor, egy forgodugattyús motorról volna egyszerűen szó. Én 1948-52-ig a kolozsvári Dezméri repülő iskolába kaptam egy állást, ottan kiképeztek engem pilótának, úgyhogy másfél év is még oktató is voltam ott az iskolába, és hát ott szereztem tudomást arról, hogy egy belső égésű motorról, az Otto motorról kiindulva, ugye az egyenes irányú dugattyúnak a mozgását egy hajtóparon és egy forgattyús tengelyen keresztül körmozgás lehet átalakítani, de ez általában elismert és nem is táfoltolok, hogy az egyenes irányú mozgásnak az erő átvitele a hajtórúdon és forgattyús tengeren keresztül 75%-a körül plusz-mínusz ugye elvesztődik az erő átvitelen a termelt üzemanyagból a motornak az erőssége. Hogy ezt hogy lehetne kiküszöbölni, én akkor azt a kétütemű motornak ugye az átalakításával hát kihoztam ezt az én találmányommal kapcsolatosan egy forgó, tiszta forgó, teljes forgást leíró forgodugattyúval próbáltam ezt. Itt kerültem aztán komolyabb összeköttetésbe Sándor bácsival, megcsinálta az illetékes számításokat akkor, hogy mit lehetne kihozni. A két fél szerződést is köt egymással, amiben megállapodnak az esetleges részesedést illetően. A bukaresti szabadalmazási hivatalba bejelentettem, több ideig, vagy 4-5 évig is talán fizettem a szabadalmi díjat, úgyhogy végső fokon, hát 1960-ban meg is kaptuk a román szabadalmi hivatalnak a hivatalos elismerését, a brevet de invencie. Ez a gép nem csak motorként működhet, hanem szivattyúként vagy kompresszorként is. Vitályos Anna Mária gépészmérnök utólag elkészíti a motor modelljét. Az elkészítése egy kicsit nehézkés, mert papírból vágtam ki az egészet, kartonból. A rajzokat, az eredeti rajzokat, amik Gál Sándor megcsinált volt, azokat egy az egyhez a komputerbe kidolgoztam,
kinyomtattam, és egyszerűen rá rajzolni a, vagyis rá ragasztani a kartonra, kivágni megfelelőképpen, és akkor össze lehet szerelni a motort, és megmutatni a működést. A tengely forgatásával be lehet mutatni pontosan, mi történik, és hogyan működik ez az egész motor. Ugyanabban az évben, 1961-ben a Lawrence által felfedezett ciklotron segítségével egy új vegyi elemet fedeznek fel, kísérletileg létrehozzák a 103-as vegyi elemet, amit a ciklotron felfedezőjéről Laurentiumnak neveznek el. Alulírott Gál Sándor, 77 éves, nyugdíjas mérnök, 288 lej nyugdíjjal. Tisztelettel kérem, hogy rádió és tévé javításra a következő okokból kifolyó... A pénzügytől nem kap semmilyen választ. Ezennel az önök tudomására hozom, hogy a mai nappal kezdve elkezdtem a rádió és televízió készülékek javítását. Így kérem önöket megadóztatni ezekre a munkálatokra. Harcolunk a békéért. Gál Sándor. Gál Sándor nem kap visszajelzéseket a különféle szakembereknek, tudósoknak elküldött relativitás elméleti dolgozatáról sem. A fiatalok azt várják, hogy halljak meg. Akkor előállnak dolgozatommal, mint sajátjukkal. Gál Sándor 77 évesen kerül először a kórházba. Engem nagyon elkényeztettek. Külön szobám volt. Behozhattam a munkámat, és dolgozhattam. Akkor látom, nem vagyok akárki. Rengeteg látogatón volt, sok ajándék. Soha annyi narancsot nem ettem. Sándor bácsi, amikor kórházba került, ottan szinte naponta meglátogattam. Az volt, hogy hát a családjából, hozzátartozójából már senki nem él, azt mondja, hogy egyedül te voltál, már mint én voltam, ahogy mondta, az egyedüli jópajtársom, ami életem utolsó óráiba is mellette váltál. De legszebb volt az egyszerű ember. Mosónék, takarítónék, szakácsnék, legtöbbször asszonyok önzetlen segítő készsége és részvéte. Igazolódott régi felfogásom, hogy az emberiség értékesebb fele az asszonyok. Különben az emberek megbecsülnek. A múltkor egy képes újság a fotográfiámat is kihozta. 1970-ben, 85. születésnapján meglátogatja őt Somorjai Sándor, aki cikket mert írni az osztályellenségről 1970-ben. Akkor készült róla ez az egyedüli, közismert fénykép is. Gál Sándor, mérnök, fizikus, 1972. július 28-án, 86 éves korában, hajnali 4 órakor hal meg a Sepsiszentgyörgyi Közkórházban, egyedül létben és szegénységben. Na hát, itt vagyunk Alsó-Csernátonban. Ezen a teraszon, a végcsalád ősi birtokának kertjébe. Ide temették Gál Sándor bácsi fizikust éppen 40 éve, július 29-én temettük. Sepsiszentgyörről hozták haza pórhüvelyét, és itt temették el. A temetésén magunk is részt vettünk, a testvérek mindhárman, családjaink. És ami nagyon fontos pontja az ő sírhelyének, az a nagy hatalmas kő. A család valamikor azért hozatta ide,
a Vég család és a Gá család, hogy síremléket faragtatnak belőle. A kő azóta is itt maradt, ugye, hogy az emberek elmesélték, 4 pár ökörrel vontatták ki ide ezt a követ, de hát nem valósult meg belőle a sírkő. És az a pontos hely, amelytől mi számítjuk, a Sándor bácsi sírját a kőtől balra, hogy én állok, és itt van ezen a helyen eltemetve Sándor bácsi, még arra az ő testvére Jóska bácsi, Gál Jóska bácsi. Gál Sándor távol élt a tudomány fellegváraitól, így nem adatott meg neki sem a tudományos nyilvánosság, sem az elismerés, mint annyi más erdélyi tudósnak sem, akik bár jelentőset alkottak, a felfedezés és a hírnév nem az ő nevükhöz fűződik.